Sziasztok, üdvözlök mindenkit, itt vagyunk most jelenleg fényesen, a békésebb a Gyula-Sarkad kötegyenvas útvonalnak az egyik megállóhelyén, és ezt fogom nektek bemutatni. Jelenleg itt állunk a sineken, egy solompós átjáróban, és fehéret villog a solompó, úgyhogy ezt most megtehetem. De ne csináljátok utánam, ha nem muszáj, és akkor mindjárt megnézzük a megállót. Tehát akkor itt vagyunk most a fénysolompós átjáróban, és jelenleg Gyula fele nézünk, vagy pontosabban Bicele fele, mert itt van egy állomás, vagy inkább egy a forgalmi kitérő. Körülbelül egy kilométerre odével, nem tudom, mennyire látszik. Szerintem sem ennyire. Oda most nem tudok elmenni, mert itt rendes miút nincsen a fölutakat, de most nem kockáztatom meg időjárás miatt, de itt van maga a megállóhely, nem mindjárt megnézzük. Ez egy, tehát látszik egy hagyományos járdát, az önkormányzat képítette a peronig. Azzal nincs baj. És egyébként itt látható az utastájékoztató, ugye a kötelező induló érkező vonatokról. Mindjárt meg is nézzük, hogy várható-e mostában valami. 10 óra 34 van, 11.03-kor fog jönni vonat. Hát azt nem fogjuk megvárni, de hát itt a hagyományos peron, elsorolási határt itt a Fehércsík jelzi, vannak padok, van egy kisebb esőbeálló, azt mindjárt megnézzük közelebbről. Hát gyakorlatilag csak teteje van, oldalfala nincsen. Ez van, és a megállóról annyit érdemes tudni, aki látta az előző videómat a fényesi szőlőkről, az tudhatja, hogy itt nem volt megálló, ezt 1997 környékén helyezték át ide. A fényesi szőlők megálló helyett érthető, mivel itt mégis csak hát látjátok, hogy lakóházakhoz közelebb van. Település mellett valahogy, de közelebb van a lakóházakhoz, tehát mindenképpen logikusabb volt ide áthelyezni. És egyúttal a fényesi szőlők megálló hely ugye egy kilométerre odébb meg is szűnt. És hát mert arról csináltam videót, azt is láttátok már, hogy az épülete is. Szóltam, de most csinálom kell is egy fényképet. Szóval, hogy a hagyományos, mávos, dizájnos állomás névtáblát is kirakták ide. Kék hátterű, fehér betűkkel egyébként. Látszik még a régi is. Látszik, hogy sokkal nagyobb betűkkel ki volt írva, hogy fényes. Van térvilágítás is. Egy-két kandelláb, és ezek úgy látom működnek is. Látjátok, nincsenek se kicsúzlizva, se tönkretéve másképp. Hát jó, hát az csak ha éjszaka visszajönnék, akkor tudnám megnézni, hogy működik-e, de feltételezzük, hogy megy. És egészen a peron végát látjátok, hát ekkora peron van, most nem fogok végig sétálni, mert igazából sok értelme nincsen. De nézzétek meg, itt általában vézék járnak egy-két pótkocsival maximum, hogyha ritkán előfordul valami más, akkor az is úgy, vagy ahogy így errefele hívják Putyin bosszúja, és még ennyi peron meg azoknak a vonatoknak elég. Hát igazából nem kell túl dramatizálni, van rendes peron is. És mivel így az áthelyezés óta közelebb került a település részhez a megállóhely, még használják is. Úgyhogy akkor ez a kis megállóhely bemutató vlog is ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek, a többit tudjátok, lehet lájkolni, lehet diszlájkolni, lehet kommenteket írni, sőt, az főleg lehet írni. Pláne, hogyha valaki jobban ismeri ezt a vonalnak a történetét. Én ezért annyira nem. De hogyha valaki esetleg még bármit hozzá tud tenni, megpróbál a Bicelig is elmenni, szerintem itt nem tudom, hogy hátul el lehet-e, majd megpróbálom. De sikerül, akkor még elmegyek Bicel állomásra, és azt is mondhatom, mert ott azért vannak érdekességek. Azt kell mondjam, ez egy hangulatos kis vidéki kis állomás. De akkor ez ennyi lett volna, köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!